Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. Az ammónia tulajdonságait itt vizsgáljuk, milyen mértékben oldódik vízben, és indikátor jelenlétében mi történik. Ezt a köblombikot megtöltöttük ammóniával, mivel az ammóniának a sűrűsége kisebb, mint a levegői, ezért szájával lefelé tartott lombikban tároltuk. Most kicserélünk benne egy furatos dugóval, és kihúzott végű üvegcsövet, és megpróbálunk egy csipetnyi vizet ebbe bele oldani. Egy köbdeciméter víz, akár 300 köbdeciméternyi ammóniát is képes feloldani. Ezért most ezt az egy csepp vizet beleráztuk, és bízunk abba, hogy feloldotta a benne lévő összes ammóniát, és akkor most a üveg belsejében lecsökkent a nyomás, és hogyha én ezt ide beleteszem a vízbe, akkor a vákum miatt befelé áramlik a víz. És ragyogóan látszik, hogy az oldat színe megváltozott. Ugye univerzál indikátor jelenlétében víz volt a lombikban, és most ez az oldatunk kékesre színeződött, tehát a ammónium-hidroxid vizes oldat a lúgos kémhatású, és ezt ezzel a kékes színnel ragyogóan igazolhatjuk, hogy valóban reakcióba lépett a vízzel, és ammónium-hidroxid keletkezett, és az az egy csepp víz, ami az elején belekerült a lombikba, az a benne lévő összes ammóniát feloldotta, tehát vákum keletkezett belül, és a külső légnyomás benyomta a lombikunkba a vizet. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!